Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben én megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Óbudára látogatnak a legutóbbi négy meccsükön győztes kékcápák. Másodikok lettek a vasváris lányok a röplabda diákolimpia döntőjében. A listavezető Spari vasárnap a 15. Tiszakécskét fogadja. Kosárlabda toborzót tartottak a Szent Imre gimnázium csarnokában. Szombaton idegenben lép pályára a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1B piros csoportjának 18. fordulójában az óbudai kaszásokhoz látogatnak. Jó körött ez a pihenés, mert volt néhány beteg játékos, és elég idő volt, hogy javul a helyzet. Hétfőntől teljes számú játékos számmal edzünk. Készülünk egy nagyon nehéz meccsre, de minden meccs ez ilyen, amilyen, de ez nagyon fontos meccs nekünk. Meglátjuk, tudunk hozni ezt a meccset, mert számítás szerint, ha hozunk ezt a meccs, akkor valahol elhagytunk ez az alsó rész, és ezt a veszély, ha lent fogunk végezni. Amikor nem igazán ment a csapatnak a hangulatra, azt mondtátok, akkor sem volt panasz. Most viszont gondolom, hogy jönnek a győzelmek, most már lehet azt mondani, sorozatban még jobb a hangulat. Hangulat, ez jó, de most nincs megállás. Mert a minden játékosnak a javuló irányba van a forma, és ez nem szabad elengedni most, hogy valahogy lefelé újra megy. Sokat dolgozzunk, sokat új dolgok tettünk a játékunk belül, mert most ez a két meccs után jönnek a újra kemény ellenfélek. Móc, Vasas, BKG, Újpest, ott leszek a jó meccsek. A hétvégén az óbudai kaszások otthonában lépnek pályára a cápák. Ugye 5 győzelmet szereztek eddig, és vannak rutinos játékosaik. Milyen meccsre számíthat? Nagyon nehéz meccsre számít. Szerkezetileg ez egy alacsony szerkezetű csapat, ráadásul 5 csárnokunk, ez olyan kicsi és olyan kellemetlen, ott kell szokni, játszani. Ahogy te mondtál, a rutinos játékosok lakossá, igen, suppolá, nehéz ez fogni ez, és az a lényeg, hogy most nyerték, és ők is most látják a lehetőség. Ellenünk, hogy egy olyan békésebb vizébe jön bajnokság, mert neki is van a sok probléma meccseket. Az óbudai kaszások Hübner Nyíregyháza Blue Sharks mérkőzés szombaton 16 óra 45-kor kezdődik. A 18. forduló további párosítása következő Pécsi VSK Jászberény, Meaft TF Budapest, Cegléd Fót, Salgótarján Budafok, Vasas Akadémia Újbuda Mafc és Deac 23 BKG Prima Akadémia. Ezüstérmet szerzett a Nyíregyházi Vasvár Gimnázium lány csapata az 5.-6. korcsoportos A kategóriás röplabda diákolimpia országos döntőjében. A szintén nyíregyházi Széchenyi együttese a fiúknál a 8. helyen végzett. Én mindenféleképpen jó döntésnek tartom, hogy megpályáztuk ezt a rendezvényt, hiszen a 16 csapat nagyszerű játékot produkál a pályán, és a szurkolók igazán kitesznek magukért. Amikor délelőtt megérkeztem ide a csarnokhoz, kiszálltam az autóból, és már a parkolóban lehetett hallani a dobokat és a kiabálást. Nagyon jó a rendezvény, nem tudok mást mondani. A vasvári lányok még most bent játszanak az aranyéremért, a Széchenyi is fiúk a 8. helyen végeztek, úgyhogy nyertek meccset is. Ez a szereplés megfelel a várakozásnak? Mindenféleképpen megfelel a várakozásnak. Tulajdonképpen konkrét elvárásokat nem támasztottuk a vármegyei csapatokkal szemben. Az elsődleges cél az volt, hogy jól érezzék magukat a játékosok, és hogy jó meccseket játszanak ők, és jó meccseket lásson a közönség. Természetesen a vasváris lányok ugye a múltjukból adódóan ők jobb eredményre voltak predesztinálva, tulajdonképpen ezt hozzák is, hiszen jelen pillanatban is döntőt játszanak. Ugye említettem az elején, hogy 6 év szünet után rendezett ismét a vármegye diákolimpiai döntőt. Bízhatunk benne, hogy nem kell 6 évig várni a következőre? Én mindenféleképpen bizakodó vagyok, ezt mondom mindenkinek. Nagyon jól sikerült az előkészítés, nagyon nagy köszönet a támogató partnereknek, úgy az MDS-nek, központi és debreceni regionális szinten, mind a nyíregyházi szervezeteknek, a sportcentrumnak, tankerületnek,
Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha van pályázati lehetőség, és lesz pályázati lehetőség a jövőben, akkor én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen élni kívánunk ezzel a lehetőséggel, és idehozni más sportokat, ha nem is a röplabdát, de más csapatsportot, kézilabdát, kosárlabdát, esetleg labdarúgást. Amikor a tornán előtt beszélgettünk, azt mondtam, a négy közé jutás egy minimális cél, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Hát lett belőle egy ezüstérem, összességében mennyire vagy elégedett ezzel a második helyen, az öt meccsel és ezzel a három nappal? Igazán én a megnyitóval kezdeném, alpolgármester úr azt mondta, hogy legyenek ezek a gyerekek büszkék, hogy bejutottak az ország legjobb 8 csapata közé, és ez legyen példaértékű. És én azt mondom, hogy ez a tornán, ezek nekünk, ez példaértéket hoztak a lányok, hiszen a szív, az együtt, a csapatküzdelem megmutatták, hogy hogyan kell harcolni, és én azt mondom, hogy ez példa, legyen példa a többieknek, nagyon büszkék vagyunk a lányokra, gratulálok nekik, köszönjük a szülőknek a szurkolást, és én szeretném megköszönni Erdősné Balogh Erikának a munkát, amit ezekkel a lányokkal elvégzett. Ez az ezüstérem a realitás, lehetett volna akár arany is, vagy pedig maximumnál is többet teljesítettek a lányok? Tehát mi aranyérmet szerettünk volna nyerni, ezen a mérkőzésen most ez volt a realitás, annak ellenére, hogy mindent megtettünk érte. Milyen színvonalú volt a lánytorna? Magas színvonalú volt véleményem szerint, hiszen már említettem, hogy a nagy kluboknak az utánpótlásai szerepelnek a csapatokban. Milyen jövője lehet ennek az együttesnek? Ugye többen röplabdáznak a Fátum Nyíregyháza színeiben, de hát ugye harmadikos, negyedikes lányokról van szó, jön a továbbtanulás, városváltás esetleg, ilyenkor szokták sokan abba hagyni. Hát igazán én az iskolai sportról beszélnék, ketten végeznek az iskolába, és már tudom, hogy a központi felvételén már többen írtak, és szeretnének jönni a Vasvári Pál gimnáziumba, úgyhogy jövőre is meg lesz a csapatunk. Amikor a tornáról beszélgetünk, azt mondod, hogy szeretnétek szetteket nyerni, esetleg egy meglepetés győzelmet aratni, végül a 8. helyen zárta a Széchenyi a tornát. Milyen élményekkel gondolsz majd vissza erre a 3 napra? Valóban így volt. Ezeket, amit el is mondtál, azt mind meg is valósultak, ugyanis az első meccsen már szettet szereztünk, de egy szerintem elég verhető csapattól kaptunk ki 3-1-re. A második meccsünk is nagyon rosszul alakult, ott a Szolnoktól simán 3-0-ra kikaptunk, ellenben a játék minden elemében nagyon-nagyon gyengét nyújtottunk. A saját teljesményünkhöz képest az első nap egy olyan 30%-ot tudtunk kihozni. Itt mondhatnám a nyitásfogadást, a támadást, a mezőnyvédekezést, a blokkmunkát, mindent. A szombati napra viszont valami történt a csapattal, mert az addig veretlen csapatot vertük meg, simán 3-1-re, és számogatni kellett a végén a csoport végeredményt, ugyanis szettarányban, nyert szettekben, bukott szettekben azonos volt, és végül is 18 darab pont döntött arról, hogy nem keresztjátékot játszunk, hanem csak a negyedik helyen végzünk. Összességében mennyi vagy elégedett a srácokkal, meg mennyire volt új nektek is, vagy neked is, meg a srácoknak is ez a hangulat, hiszen azért egy döntő mindig picit más, mint az előző tornák meccsek. Ahhoz képest, hogy a csapatunkban a fele legalább B kategóriás játékos, tehát nem igazolt játékos, és szerintem talán még egy-két csapatnál van ez a helyzet. Ahhoz képest én meg voltam elégedve, főleg a szombati és a vasárnapi játékkal. A Svetics ellen 3-0-át játszottunk, de ez a 3-0 ez egyáltalán nem tükrözi azt a játékot, amit mutattunk, ugyanis 20 pont fölé jutottunk mind a három játék részben, és 2-3 pontokat kaptunk ki. Egyébként maximálisan elégedett voltam, főleg annak fényében, hogy folyamatosan tudtunk javulni, és a végére már közönség szórakozható és kemény, és olyan játékot nyújtottunk, amit én is elvárok a csapattól, és szerintem, hogy a játékosok is saját maguktól. Ugye a diákolimpiai szinten valószínűleg ennek a társaságnak nem lesz folytatás, viszont játszottok úszás bajnokságban, mennyit tudtok építkezni ezekből a meccsekből? Biztosan, hogy hasznára fog válni a játékosoknak és a csapatnak is. Tervezzük azt, hogy ez a csapat még egyben fog maradni egyébként, legalább 2-3 évet, és vannak még olyan játékosok, akik most nem is voltak bevethetőek, és nem fértek be a keretbe. Reméljük, hogy egy év munka az a következő évben az fog eredményezni, hogy be fogunk ugyanígy jutni az A-kategóriának a döntőjébe, és ott következő évben egyértelműen az lesz a cél, hogy az 1-4-et megcélozzuk és bejussunk. Egyébként milyen színvonal volt ez a mostani tornán a fiúknál? Abszolút magas színvonal volt. Voltak nagyon kiemelkedő játékosok is és csapatok is. Itt a Varga Peti a kandóban az valami extrát nyújtotta a mi csoportunkba. Konkrétan egyedül hozta le végig a meccseket. Ahogy ő kiszállt a csapatból, úgyis el kellett neki mennie, ha jól tudom, az extraligás mérkőzésére. Erősen visszajött a játékuk, és akkor tudtuk mi is őket megfogni.
kint állunk a Continental Arena folyosóján, mert bent a hangzavartól alig ha lehetne megcsinálni ezt az interjút, a versenybizottság elnökeként milyenek a tapasztalatai a most már lassan végéhez érő 3 napról? Azt gondolom, hogy egy impozáns környezetben sikerült hozni ezt a döntőt. Nyilván ez a diák sport, illetve a röplabda egyik ünnepe, úgyhogy ennek megfelelően, ahogy a hangulat is mutatja, rengeteg néző van, akik szurkolnak itt a helyieknek, illetve nyilván a távolabbról érkező csapatokat is elkísérték. Úgyhogy a tapasztalatok egyelőre pozitívak, és mivel már csak egy-egy mérkőzés van vissza, azt gondolom, hogy ez nem is fog változni. Ugye diák csapatokról van szó, iskolai csapatokról van szó, tehát nagyon sok a sportiskola, lehet azt mondani, hogy a röplabda közvetlen utánpótlását jelentő fiúk és lányok játszanak itt. Mi a vélemény a színvonalról? Azt gondolom, hogy színvonalas döntőt láthatunk mind a két nem tekintetében, ahogy mondta és jól mondta, ezek a lányok, illetve fiúk már sok esetben a felnőtt csapatok kapujában, vagy éppen a felnőtt csapatokkal együtt már ott vannak az élvonalban, és extraligában NB1-ben pallérozódnak, és nyilván itt pedig a többi diáktársukkal kiegészülve egy színvonalas játékot tudnak a parketra vinni. A hétvégén folytatódik a bajnokság a labdarúgó NB2-ben. A listavezető Nyíregyháza Spartacus vasárnap a 15. Tiszakécskét fogadja. Sikerült ugye az elején a felméréseket megcsinálni, a játékosok az előzőleg otthon kiírt munkát azt elvégezték, jó állapotba tértek vissza, ezek után kint töltöttünk 10 napot Törökországban, ahol szerencsére jó időjárás között, jó körülmények között, jó pályákon tudtunk edzeni, minden edzőmérkőzésünket lejátszottuk a terveknek megfelelően, és szépen lépkedett előre a csapat fizikálisan is, és játékban is úgy érzem, és most ugye meg volt a hétvégén, hazajöttünk ugye a főpróba, hát nyilván itthon egy kicsit azért hidegebb van, de itt is megpróbálunk mindent elkövetni, hogy a lehető legjobb állapotban legyünk a hétvégére. Jelentős változás nem volt a keretben, de azért vannak érkezők és távozók is. Kik ők? Csenorbit ugye több játék lehetőség miatt kölcsön adtuk NB3-ba. A Paku Rolandnak ugye nem jött helyre a sérülése, és vele ugye szerződést bontott a klub. Érkező fronton 2 fiatalt ugye felhoztunk a felnőtt csapathoz az utánpótlásból, és 2 játékos pedig érkezett, egy belső védő, a Temesvári Attila, és egy támadó szekcióba bárhol bevethető gólerős játékos, ő pedig Beke Péter. Korábban így beszéltük, hogy ha egy csapat jó szerepel, mindenki szeretne játszani, ősszel ezzel nem volna, mint a jó szereplése. Könnyű vagy nehéz helyzetben vagy, amikor össze kell állítani majd a kezdő 11-et? Nyilván a játékosok nagyon sikerorientáltak, és mindent elkövetnek, hogy bekerüljenek a csapatba. Nyilván ezzel, hogy még jöttek riválisok a csapatba kerülés, még kiélezettebb lesz, és hát ezek kellemes problémák, hogy ugye, hogyha jó formában vannak a játékosok, de bízom benne, hogy a lehető legjobb döntést fogjuk meghozni. Nyilván azért most a csapatnak van egy gerince, van egy arculata, és most már nekünk az a feladatunk, hogy a lehető legjobb formában hozzuk a játékosokat, és kiválasszuk azt, hogy éppen ki van a legjobb formában, kikivel tud a legjobban együtt működni, és hogy a leghatékonyabbak legyünk, hogy a 3 pont az a hétvégén te a miénk legyen. Még egy pár mondat erről a meccsről. A szünet utáni első meccs mindig egy picit lutri. Milyen ellenfélre számítasz? Most ugye ott egy rutinos új edző érkezett Kis Károly személyében, és egy jó pár erősítés is sokat igazolt a Tiszakécske, ami ugye nyilván a mi részünkről is egy teljesen más csapatot kell feltérképezni, mint amilyen az ősszel volt. Az ősszel is ugye egy agresszív, stabil csapat volt a Tiszakécske. Én azt gondolom, hogy kontrákra fognak berendezkedni, és azzal próbálnak meg ugye minket meglepni, hogy gyorsan mögén kerülni. Vannak gyors játékosaik, a centerben fönn van ugye a Takács, akit most igazoltak, egy nagy darab target játékos, szóval összességében arra számítok, hogy ilyen célfutballt fognak játszani. Nekünk meg türelmesnek kell lenni, és meg kell próbálni hazai pályán ugye az akaratunkat rájuk erőltetni, és örülnék neki, hogyha minél hamarabb sikerülne vezetést szerezni, hogy stabilan tudjuk hozni ezt a mérkőzést. Fontos lenne a jó rajt. Egy NB1-es csapatot, a Paksot cserélted el, egy NB2-esre, igaz az élenálló Nyíregyházára. Mi volt a vonzó a Spari megkeresésében? Igazából nem úgy alakult az előző fél évben, hogy én azt terveztem Pakson. Utána volt most télen, hála az ének, több ajánlatom is. Amikor Nyíregyháza is szóba került, és én is tudomást szereztem arról, hogy van ez a lehetőség, akkor nem sokat gondolkodtam.
követtem félig meddig az NB2-t, nyilván tudtam azt, hogy a Nyíregyháza mit képvisel. Én teljesen úgy érzem, hogy ez egy NB1-es klub és az első osztályban a helye, és azért is jöttem, hogy ebben segítsem a csapatot. Mik az egyéni és a csapat célok? Természetesen most a legközelebbi célunk csapattal az, hogy a hétvégi első bajnokit ezt megnyerjük. Nyáron már szeretnénk az első osztályba csatlakozni, ezen dolgozok én is, a csapat is, úgyhogy igazából az enyém célom az a csapat cél is. Mennyire vonzó, motiváló az, hogy hamarosan lesz egy új és nem is akármilyen stadion Nyíregyházán, úgyhogy vége lesz a hosszú vándor életnek? Igazából én most fogok ebbe belecsöppenni, úgyhogy ez a hosszú vándor élet, még én ezt nem tudom, hogy milyen, nyilván a többiek mesélték, hogy nem a legideálisabb, de ez a helyzet és egy profi játékosnak meg kell barátkozni, én úgy érzem. Sok stadionban játszottam már itthon, hál' az égnek, sok stadionban jártam, de ahogy ezt a stadiont láttam, ez egy kicsit más. Itt azért beleképzelve a nyíregyházi szurkolókat, amit Magyarországon szerintem minden játékos jól ismer, ez ilyen hidegkirázós, és én úgy érzem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog lesz a városnak és a klubnak is. Ha már a többieket említed, voltak ismerősök az öltözőben? Voltak olyan játékosok is, vannak olyan játékosok, akikkel korábban együtt játszottam, akiket úgy nem ismertem, azt meg nyilván tudtam a pályáról, hogy ki kicsoda. Említetted, hogy az előző fél nem úgy sikerült, hogy szeretted volna, az előtte lévő viszont meglehetősen jó, hiszen sok gólt lőttél, Nyíregyház is elég sokat lőtt össze, mennyire lesz nehéz beverekedni magad a csapatba, hogy látod? A hányféle klub, a hányféle edző, annyiféle játékstílus szerintem, a nyíregyházi játékstílus szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, nagyon tetszik nekem, közel magamévá érzem, hogy nagyon olyan típusú játékosnak gondolom magam, mint amit a mester is kér, úgyhogy remélem, hogy minél hamarabb be tudok illeszkedni, meg tudom tanulni azokat a dolgokat, meg át tudom sajátítani, és minél több gólt tudok majd én szerezni. A temesvári nevet meghallják, a nyíregyházi szurkolók óhatatlanul elmosolyodnak, ugye te Temesvári Miklósnak, az itteni legendás edzőnek az unokája vagy. Nem is volt kérdéses, mikor a Nyíregyháza megkeresett, hogy igen mondasz? Tulajdonképpen nem, hiszen Pakson kilátástalan volt át a helyzetem, jött egy ilyen megkeresés, nagyon örültem neki, és belevágtam ebbe a kalandba. Mit vársz a nyíregyházi szerepléstől, milyen célokkal érkeztél? Feljutásért szeretnék harcolni, ezt véghez szeretném vinni, jó pozícióban van a csapat, de most itt tavasszal is hasonló teljesítményt kell nyújtani, mint ősszel, tehát az első két hely valamiként kell végezni, és akkor nem érhet minket meglepetés. Voltak-e ismerős játékosok a nyíregyházi öltözőben, mikor megérkeztél? Igen, voltak sokan, hát a legtöbben ugye ellenfélként, de voltak azért olyanok is, akikkel egy csapatban játszottam, utánpótlásban, vagy esetleg már ugye felnőtt csapatban, úgyhogy nem ismeretlen közegbe érkeztem, de egyébként mindenki nagyon rendes, nagyon befogadó, úgyhogy nem volt gond a beilleszkedéssel. Kosárlabda toborzót tartottak a nyíregyházi Szent Imre gimnázium csarnokában. A nyíregyházi kosárlabdája az alsós lányoknak, az NKK 5-ös pedig az alsós fiúknak igyekezett kedvet csinálni a sportákhoz. Körülbelül 2-3 évvel ezelőtt már tartottunk egy ilyen toborzást. Ezt követően ugye a Covid járvány miatt ugye ezt nem tudtuk megismételni, viszont most annyira népszerű lett a kosárlabda sportág, egyre több fiú és egyre több lány jelentkezik edzésre. Ezért úgy gondoltuk, hogy ezt a hagyományt megpróbáljuk újraéleszteni, és egy közös toborzót tartunk. A toborzó célja az, hogy megismertessük a kosárlabda sportágat a lányokkal, fiúkkal. Szeretnénk ezt a sportágat népszerűsíteni, ehhez segítségül kértük a Nyíregyházi Kékcápáknak a felnőtt kosárlabda csapatát, akik eljönnek, a gyerekek között fognak játszani, fognak majd egy pár gyakorlatot végrehajtani, megmutatni nekik, hogy rendszeres munkával és szorgalommal milyen magas szintre lehet nekik eljutni. Mi az az optimális kor, amelyben érdemes elkezdeni a kosárlabdát? Ma már azt mondom, hogy minél hamarabb, leginkább azért, mert viszonylag kevés gyerek van, minden sportág verseng a gyerekekért. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége ezért találta ki úgynevezett kosárpalánta programot, ahol már általános iskola első osztályától labdás ügyességfejlesztő gyakorlatokat, különböző atletikai jellegű, illetve küzdősport jellegű feladatokat hajtanak végre a gyerekek. Az igazi kosárlabdát, amikor már azt mondom, hogy technikai elemeket, taktikai elemeket kezdünk el tanulni, ezt általában a harmadik, negyedik osztályban szoktuk elkezdeni. Egy ilyen toborzón általában ügyességi gyakorlatokat végeznek a gyerekek, ki lehet-e már szúrni, ilyenkor esetleg az, hogy ha valaki tehetségesebb,
a többieknél a kosárlabdát tekintve. Valóban ki lehet szűrni, illetve már nagyon látszik az, hogy ki az, aki jó barátságban van a labdával. Általában ilyenkor azok a gyerekek, akiknek van úgymond előképzettségük, tehát lehet, hogy focizott, kézilabdázott, vagy amatőr szinten kosarazott, vagy a szülőkkel nagyon-nagyon sokat labdázott gyerek korábban, már látszik, hogy sokkal, de sokkal ügyesebb, mint azok a gyerekek, akik esetleg csak a számítógép előtt ültek, és nem labdáztak annyit. Nekünk célunk az, hogy a legügyesebbeket is próbáljuk úgymond kiválasztani, de minden gyermek számára adjunk sportolási lehetőséget, és megszerettessük vele a kosárlabda sportágat. Az NKK utánpótlás nevelő klub az U16-tal bezárólag versenyeztetek csapatokat, még az év elején járunk. Mi vár rátok tavasszal? U16-os csapatunkkal sajnos nem sikerült bejutni a felsőházban. Szeptember közepén egy kiki mérkőzést játszottunk a győri csapattal. Az egyik meghatározó játékosunk, mondhatom azt, hogy félsérülten vállalta a játékot. Sajnos 8 ponttal kikaptunk, hogy itt a regionális bajnokságban folytatjuk az évet. U14-es csapatunkkal is ismét az országos főtáblára kerültünk. Január végén 5 fordulón keresztül az ország legjobb 32 csapatával fogunk majd mérkőzéseket játszani. Fiú, illetve férfi szakággal foglalkozó nyíregyházi kosárlabda klubban tartottok közös toborzót, ugye ti lányokkal foglalkoztok. Egyébként nektek mennyire van szükség egyáltalán toborzásra? Mindenféleképpen szükség van a toborzásra, mert én úgy gondolom, hogy ma általában azt a sportágot választják a gyerekek, ami a lehető legnépszerűbb, ami a legtöbb ingert adja nekik, tehát hogyha sokat fogják látni, meg ki is tudják próbálni, akkor hamarabb fogják azt a sportágot választani. Tehát abban fogjuk nekik elméletben elmondani azt, hogy milyen szép ez a kosárlabda, milyen jó, milyen sok mindent lehet benne megvalósítani, megoldani, akkor fogja igazából érezni, hogy mit is jelent, amikor kezébe vesz a labdát és ki fogja próbálni. Tehát igen, nekünk is nagy szükségünk van arra, hogy minél több gyerek foglalkozzon ezzel a sportággal, nagyon-nagyon sok az inger, a külső inger, ugye azért a kosárlabda az egy kicsikét ilyen munkásabb sport, tehát itt azért meg is izzadnak a gyerekek, ugye mennyivel szimpatikusabb egy tánc, ahol mindenki csillog-villog, ezért kell az, hogy megmutassuk, hogy ennek a sportnak is megvannak a maga szépségei, hogy milyen jó feladatokat lehet megcsinálni, mennyi eszközzel ismerkedhetnek meg, és milyen jó a fejlődésük szempontjából. Gyerekeknek általában a szülők választanak sportágat, az jelente valamit, hogy a szülők tudhatják, hogy innen, ebből a teremből, vagy a főiskoláról elindulva el lehet jutni a válogatottságig, akár az Euroligáig, a Pap Klaudiát, vagy Tivacsevics Tianát, NB1-ig válogatottsági Farkasiszki, Olsit, vagy most legújabban Dobó Lillát említem. Bízunk benne egyébként, hogy ez motivációs erő, viszont lehet egy visszatartó erő is, mert nagyon sok szülő inkább úgy gondolkozik, hogy a gyereknek csak a mozgásra van szüksége. Ezért jó ez, amikor ide bejön, mert mindenki látja, hogy ki lehet nőni akár a válogatott szintig, de a gyerek nem akar magas szinten, akkor akár egy ilyen hobbi szintű kosárlabdával is tud foglalkozni. Az a lényeg, hogy itt bent pici korban az alapokat elsajátítsa, megtanulja, és onnantól kezdve tök mindegy, hogy merre viszi az élet, legyen az az egyetem, vagy akár kimegy külföldre. Nagyon sok olyan gyerekünk van, aki nálunk kosárlabdázott, kiment például Németországba tanulni, és azóta már ő ott kosárlabdát oktat a kinti gyerekeknek. Tehát én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy mindenkiből válogatott játékos lesz. Az a lényeg, hogy megszereti ezt a sportot, és idővel lehet, hogy az ő gyereke majd egy olyan képességű lesz, hogy egyáltalán csak szimpatizálása lesz ennek a sportnak, és szívesen jön le a terembe mozogni. De úgy gondolom, hogy már elértük a célunkat. Közel 800 diák jár a Szent Imrébe, amelynek csarnoka ad ma otthont ennek a toborzóval egybekötött bemutatónak. Mennyire népszerű a kosárlabda a kisebbek körében az intézményben? A labdajátékok nagyon népszerűek, testnevelés során nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, és igyekszünk megszeretni felsőbb évfolyamosoknak is. Ott már konkrétan a kosárlabdát, miután tantervi anyag, ez teljesen evidens, hogy a labdajátékok közül ez az egyik legjobb játék, amit szeretnek is játszani, illetve amit gyakran tanítanak. Is. A kosárlabdán kívül milyen sportágakkal foglalkoztok az intézményben? Röplabda van mellette, labdarúgás van alsóban, felsőben, ez elsősorban a fiúknak, a röplabda elsősorban a lányoknak, illetve atlétikával foglalkozunk még délután iskolai kereteken kívül, tehát igyekszünk az alapsportágakra a gyerekeket megtanítani, illetve kedvet adni nekik ahhoz, hogy minél többet szabad idejükben is ezzel foglalkozzanak.
Két felkészülési meccsen van túl eddig a vármegyei labdarúgó első osztály második helyén telelő Máté Szalkai csapat. Kis Tamás együttese Nagyecseden kezdi majd a tavaszi szezont. Mi január 10-én kezdtük a felkészülést. Úgy gondolom, hogy az időjárási viszontagságok ellenére és itt a téli felkészülés ellen jó körülmények között tudunk dolgozni, hiszen van két kis műfőnk Máté Szalkán, ahol tudjuk a felkészülést végezni, illetve van egy tornatermünk, egy kézilabda méretű, és heti egyszer, illetve van mikor kétszer Nyírbátorban nagy műfőre tudunk menni, és ott tudjuk végezni a felkészülésünket. Milyen mozgás volt a játékos keretben eddig, és várható, hogy mi változás? Nagy mozgás nem volt, ugye kettő távozónk volt, a Jócsák Dávid személyében ő áthelyezte magát osztrák hatodosztályba, nyilván neki ott a munkahely miatt is, ez nagyon jó sült, illetve a Szőlősi Patrik, aki munkahelyi elfoglaltság miatt úgy néz ki, hogy abba is hagyja a futballt. Érkezők oldalán pedig egy biztosra tudok mondani, a Kovács Ádámot, akit Sényőről igazoltunk. Még szeretnénk egy játékost igazolni, vannak kiszemeltjeink, meglátjuk majd a jövőben ez hogyan alakul. Hogyan alakultak az eddigi felkészülési meccsek, és kik játszottok még a rajtik hátralévő időben? Összesen 6 felkészülési mérkőzésünk lesz, ebből már 2-t lejátszottunk, a Kisvárra 2-vel, ugye aki az NB3-ban a második helyezett, ez nagyon jó első mérkőzésünk volt, látszott, hogy azért van különbség a két osztály közt, ugye 5-1-es vereséget szenvedtünk, de nagyon sokat tanultunk a mérkőzésből, illetve lejátszottunk egy romániai NB3-as csapat ellen, a Nagy Károly ellen, az volt a második felkészülési mérkőzésünk, ahol nagyon sokat léptünk előre, egy 2-2-es döntetlent játszottunk, ezek azért nagyon-nagyon pozitív jeleket láttam a csapatjátékában, illetve játszunk majd még a Sényű csapatával, illetve 3 Hajdú-Bihar megyei megyes osztályú csapattal a Hajdúböszörménnyel játszunk hétvégén, jövő hét szerdán játszunk a Nyíradonnyal, és utánvaló hétvégén a Hajdú-Szoboszlóval. Nagyon sűrű a tabellője, mezőnye, milyen tavaszra számítasz? Ugye itt az első 4 csapat között összesen azt hiszem 3 vagy 4 pont van, ugye jelen pillanatban második helyen vagyunk, kimerem bátran jelenteni, hogy a dobogó az egyértelmű célunk. Nyilván nem hazudok azzal se, hogyha azt mondom, álmaimban szerepel az, hogy azért előzzük meg a Mándokot, és legyünk mi a bajnokok. Ez még messze van. Nagyon erős tavasz elé nézek, mert a tavaszi bajnokság alapból mindig sokkal nehezebb, hiszen a kieső csapatok azért még jobban felszívják magukat, hogy megpróbálnak bemaradni. Aki pedig az élmezőnyhöz tartozik, az pedig minél próbál minél jobban szerepelni. Hol és ki jelentkezitek majd a tavaszi szezont? A tavaszi szezont rögtön egy szomszédvári rangadóval kezdünk, nagy esetre látogatjunk. Az még nyilván kérdéses, hogy esetleg már tudunk Ecseden játszani, vagy valahol más lesz a mérkőzés, de egy kijelezett rangadóval kezdünk, és alapban nekünk az első 5 forduló az rangadókkal van tele, úgyhogy minden egyes meccsen a 3 pöttér kőkeménye meg kell ezt küzdeni. Ennyi fért a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra!